A Holle anyu egy igazi klasszikus mese, ahol a jó elnyeri jutalmát, a rossz pedig a büntetését, és a mese végére a rossz is megjavul. A történet alapját a szorgalmas lány és az elkényeztetett mostoha testvér ellentéte képviseli, mellettük azonban új szereplők is színre lépnek. Két csetlőbotló béreslegény, akik igazán mókás kalandá teszik a történetet a gyerekek részére. Azt mondtam én is, hogy úgy valahogy, na, munkára! Jártak itt szép napok a gazdánk idején, de rosszul választott asszony szegény. Már csak szidást kapok, meg hitvány fizetés. Ha ezt érdemlem, azt nem értem a héten, miért nem csap a menkő belém? Aztán megjött a banya, minden rossznak az oka. Ha mondanám, megbántanám, nem érted, ver a szívem. Itt a nyakunkon a banya, minden rossznak az oka. Nagyon kemény, de van remény, az ördög viheti el. A gyerekeknek készült darab új kihívás elé állította a társulatot. A gyerekeknek azért más egy picit, mert a felnőtt azért fegyelmezettebb. Tehát, hogyha a felnőtt egy picit unalmasabbnak talál egy részt, akkor nem kezd el azonnal beszélgetni. A gyerek pedig azonnal jelez, hogyha unatkozik, viszont azt is sokkal intenzívebben jelzi, ha valami érdekli. De én ebben mondjuk nem tudok különbséget tenni, és mind a kettőnek van szépsége. Ha a gyerekdarabot csinálunk, ott mindig az derül ki, hogy nagyon sok rétege tud lenni. Tehát egy ovis az mást vesz le belőle, mint egy alsótagozatos, felsőtagozatos, vagy akár egy felnőtt. És erre most a legjobb példa az Ágacska című előadásunk, ami gyakorlatilag inkább ovis és alsótagozatos korosztálynak gondolt mi, de nagyon érdekes volt, hogy a felsősök is nagyon szerették, és hogy a szülők is mennyire boldogan és vidáman jöttek ki, és hogy nekik mennyire mást jelentett, vagy más rétegeket hallottak ki belőle. A címszerepet játszó művésznek új volt ez a feladat. Sokkal jobban kell figyelni arra, hogy érdekesek legyünk, mert nagyon hamar el tudjuk veszíteni a gyerekek figyelmét, úgyhogy ennyiből más, meg hogy azonnal lereagálnak mindent. Mennyire áll a szívedhez közel ez a szerep? Nagyon szeretem. Nagyon. Igen, nekem igazából ez az első szerepem, úgyhogy én csak énekeltem eddig. Úgyhogy én nagyon szeretem, meg nagyon szeretek a gyerekekkel együtt járni, játszani a társulattal, úgyhogy én nagyon élvezem. Hát az a helyzet, hogy én beugró vagyok, tehát más játszotta először a Holle anyót, úgyhogy én 3 hét alatt ugrottam be. Tehát nem tudom, azt 3 éve vagy 4 éve játszották, és akkor tavaly újítottuk fel. Úgyhogy körülbelül 3 hét volt nekem, mire megtanultam. Szétizgulom magam, mert ugye én prózát nem mondtam még, csak énekelek, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok mindig, hogy nehogy elfelejtsem a szöveget. De amúgy nagyon élvezem, nagyon izgalmas feladat. A társulat számára fontosak a vidéki előadások. Természetesen nekünk az a legfontosabb, hogy minél több nézőhöz eljussunk, és azt is gondolom, hogy azért egy megyeszékhelyen sokkal több lehetőségük van az embereknek kultúrához jutni, és minél messzebb megyünk, annál nehezebb, és ezt látjuk is, hiszen vidéken nagyon hamar, és nagyon sokszor játszunk dupla, vagy akár tripla teltházakkal is egymás után, úgyhogy azt látom, hogy ki vannak éhezve az emberek a minőségi kultúrára. Abban hiszünk, hogy a közszínházunktól messze élőknek pontosan azt a minőséget adjuk, mintha eljöttek volna Kaposvárra és megnéznék az előadást. Mindig a műfázhoz szabjuk, vagy a helyszínhez szabjuk az előadásokat. Ez van, amikor kicsit nehezebben, mondjuk alacsonyabb a színpad, mint ami most itt is történt, és lehet, hogy voltak olyan nézők, akik bizonyos részét kicsit nehezebben láttak, de azt gondoltuk, hogy inkább bevállaljuk ezt, mint hogy egyáltalán első induljunk, hiszen itt nagyon sokáig gondolkodtunk pont a magas díszlet és a dupla színpad miatt, hogy mi legyen. Mozgalmas éven van túl a Rock Színház, de a jövőre nézve számos ötlet és terv van még a tarsajukba.